Ebben a videóban akkor azt nézzük meg, hogyan tudunk itt a hostinger.hu tárhelyünkön automatikus szoftvertelepítővel, ami itt látható is az oldalon, néhány kattintással feltelepíteni például a Drupal rendszert. Tehát akkor belépünk, és itt láthatjuk, hogy ez az előző videóban létrehozott tesztoldal 96.tesztoldal.96.lt nevezetű domain. Ha ráviszik az egeret, akkor láthatjuk, hogy a fiók működőképes elkészült, és a honlap sikeresen fel lett telepítve a szerverre. Kérjük, törölje a default.php-t a public HTML mappából, és töltse fel honlapját FTP-vel. Mint látható, itt van szeptember 9-én, azaz ma létrejött. Igaz, hogy itt az óra beállítás az kicsit másabb, de most ezzel nem foglalkozunk. Tehát akkor, miután visszatértünk ide, tárhelyünkre, itt, ha lejjebb menjünk, akkor válasszuk ki ezt a részt, hogy honlap, és itt pedig a automatikus telepítő lesz a mi általunk keresett rész, és itt válasszuk ki azt a programot, amit fel szeretnénk telepíteni. Például Photos and Files, tehát képek és fájlok, közösség, építés. Például ezek azért elég népszerű gallery modul. Vagy itt ez a fórum, a PHPBB elkereskedelem. Magento. OS Class. A OS Commerce például az egy elég népszerű. Sok weboldal használja. A tartalomkezelés rész, ami igazából minket érint, itt a PHP Fusion. WordPress ugye. Drupal, illetve a Joomla, ami kiemelendő. Illetve még talán megemlíthető ez a V107 is, ami a népszerűek körébe tehető. Egyébként még itt van további kellék, de ami most nekünk kell, az pedig a Drupal lesz, úgyhogy ide is kattintok, és itt láthatjuk az új telepítés konfigurációját. Itt van a szükséges lemezterület, 24 MB. Szükséges legkisebb PHP verzió, az 2 pont, illetve 5.2.5. Egyébként azt mi be tudjuk itt ezen a tárhelyen állítani, hogyha esetleg nem megfelel, vagy pedig, hogyha olyan a tárhelyünk, ahol ez nem lehetséges állítani, akkor meg tudjuk kérdezni a tárhely rendszergazdájától, illetve üzemeltetőjétől. Tehát itt lesz a link, tehetjük a mappába is, választhatunk nyelvet, milyen nyelven telepítsük fel, az adminisztrátor jelszavát megadhatjuk, az e-mail címét az új telepítésnél. Egyébként a legújabb verzió 7.31. Ez most így, akkor nekünk meg is felel. Engedély, nyílt forráskód, jó. Tehát ha ezeket itt megadjuk, és a telepítésre kattintunk, akkor elkezdődik ez a folyamat. Akkor nézzük is meg. Akkor ezt innen törőjük ki. Magyar nyelven telepítsük fel. Ugye, teszt oldal. Most jelenleg ugye így néz ki a weboldalunk. Akkor nem tesszük a mappába. Hát mondjuk most itt igazából nem kéne ezt beírnom, de beírom, hogy admin.
és adok hozzá egy jelszót. Mondjuk legyen az, hogy hát mondjuk legyen az, hogy admin a felhasználó nevű, és akkor beírtam mellé egy jelszót, honlap cím, hát az legyen ilyen kreatív és frappáns, majd a telepítésre kattintva a jelszót azt ne jegyezze meg, így láthatjuk, hogy a telepítési kérelem sikeresen elküldve folyamatban van, itt láthatjuk. Mutatja ez a kis grafika. Akár 5 vagy 30 percet is igénybe vehet a teljes folyamat, tehát a script telepítése folyamatban van, a software telepítés. Ezt akkor várjuk meg, és ezek után, miután ez lefut, tudjuk majd használni a weboldalt. Pár perc múlva kapunk egy e-mailt, amiben kiírja, hogy telepítve lett a Drupal 7.31. Egyébként megtévesztő lehet, mert itt még azt írja ki, hogy folyamatban van a telepítés, de hogyha rámegyünk erre a weboldalra, amit ugye előzőleg létrehoztunk, most még direkt meghagytam itt egy régebbi változatát, és egy frissítést nyomunk, akkor természetesen most már kiírja ezt a Drupalos telepítést. Akkor miután belépünk, tehát admin, itt pedig választjuk ki azt, hogy admin 2000. Igen. Majd pedig a login-ra kattintva. Hát most én azt mondom neki, hogy jegyezze meg. Tehát beléptünk a kezelő felületre. Tehát miután beléptünk, itt angol nyelvű az oldal. Nyissuk meg a drupal.hu-t. És innen pedig töltsük le a fordítást, ami ugye szükséges, hogy beállítsuk. Egyébként itt ez a telepítő, ez magyar nyelvet választottunk, de ennek ellenére angolul telepítette fel, tehát ilyen hibák előfordulhatnak. Most itt ez jelentkezett, tehát menjünk rá akkor a belépés után a configuration, azaz a beállítás része, és itt pedig válasszuk ezt a language, regionális language részt, és itt pedig választjuk a nyelvet, majd az add lehetőségre kattintva válasszuk ki a magyart. Magyar, itt van, Hungarian, és adjuk hozzá add language. Mint láthatjuk, így hozzá is adódott, és már rögtön be is állíthatjuk, default. Legyen bekapcsolva enabled és default legyen a, tehát alapértelmezett, save configuration. Most elvileg már be van állítva a language, viszont még nem jelenik meg a
magyar felület. Ezt egy beállítással tudjuk eszközölni. Nevezetesen itt a Translate Interface-nél, mint láthatjuk, nincs még lefordítva a magyar. Tehát ezért töltöttük le az előbb a Drupal.hu-ról, ugyanis ezt kézzel fogjuk megtenni. Tehát akkor menjünk rá ide a adminisztrációs felületen, a Configuration-re, majd pedig itt láthatjuk, hogy hol vagyunk a menübe. Menübe Language és a Translate Interface. Tehát akkor fordítsuk le a felületet, menjünk rá a Translate-re, az importra, jobban mondva, és innen válasszuk ki, import translation, válasszuk ki a nyelvi fájlt. Tehát miután a letöltött fájlt kiválasztottuk, válasszuk ki, hogy import into, ez jó, megfelel, Hungarian, Building Interface, Text Group, és a módot is hagyhatjuk így alapértelmezett beállításképpen, majd pedig az importra kattintva elkezdhetjük ezt a fordítási folyamatot. Jó, 99,1%, vagy 91%, mint láthatjuk, most már meg is jelent itt magyarul a felület. Ha rámenjünk a weboldalunk kezdő részére, kezdő oldalára, akkor láthatjuk, hogy most már magyar, vagy pedig itt a menüt is megnézzük, ami előbb ugye Configuration, illetve egyéb feliratok voltak, az most már magyar, mint látható. Itt az állapot jelentésre, ha rámenjünk, akkor láthatjuk, hogy adatbázis frissítés elavult, azonnal le kell futtatni, mondjuk ez már itt egy másik videónak az anyaga lenne, tehát hogy hogyan frissítsünk, de most itt akkor gyorsan végigmegyek, hétfüggőben lévő frissítés, megnézzük, hogy mi ez, nem kell nekünk most itt ezzel foglalkozni kezdő felhasználóként, elég, ha csak nézi, vagy nézed, az oplára kattintunk. Jó, és miután lefutott, választhatjunk, hogy a front page, vagy a administration oldalt nézzük meg. Hát én most ezt választom, és most már eltűnt az a hiba üzenet, hogyha a jelentésekre visszamegyek, állapotjelentés, akkor itt elvileg most már, hát igen, tehát itt volt egy hiba üzenet, de másodszorra most már megfelelően jelente meg. Visszamegyek a kezdő oldalra, és a következő videóban folytatjuk tovább az ismerkedésünket ezzel a Drupal CMS rendszerrel.